Harmadik éve látogatnak el a budapesti gyerekek Vajdaságba, hogy megtekintsék az itteni nevezetességeket, ismerkedjenek a vajdasági magyarokkal, és tanuljanak a történelemről. Van egy jó partnerkapcsolatunk a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolával, úgyhogy most már 3 éve idejövünk a Vajdaságba, ez egy stabil cél, és minden évben a hetedikeseinket elhozzuk ide a Vajdaságba körülnézni. Nagyon jól érezzük itt magunkat, mert mindig kedves emberek fogadnak, és nagyon jó programjaink vannak. Nagy élmény a gyerekeknek a kirándulás, ugye egy másik világba kerülnek le, ez egy nagy élmény nekik, hogy itt is magyar emberekkel találkoznak, és mégis ilyen furcsa dolgokat esznek, mint leszkavica, vagy burek, meg máshogy használják a magyar nyelvet, és ez mind egy újdonság, ez nagyon tetszik nekik. Hát nagyon tetszett a kirándulás, mindenki nagyon élvezi. Hát voltunk eddig Szabadkán, ugye Kishegyesen a törzshelyünkön, voltunk Péterváradon, meg voltunk a kazamatákban is. Ma pedig utaztunk a fővárosába Szerbiának, részben körbejártuk, utána megnéztük a várnak az alagútrendszerét, ami alatta húzódik, utána pedig már ide jöttünk. És hogy tetszett? Jó volt, nagyon jó volt, színvonalas az út. Amikor jöttünk le a Belgrádtól lefelé a buszhoz, akkor láttunk magyar katasztrófavédőket menni fölfele a várhoz. Meg amikor busszal jöttünk, akkor láttuk a töltéseket is itt a Száva partján. A gyerekek tájékozottak, sok mindent tudnak azokról a helyekről, ahova ellátogatnak, de mindenek előtt vidámak és jókedvűek, ami a legfontosabb szempont bármelyik osztály kiránduláson.